Sziasztok! Az elmúlt reggel szokásom szerint ittam reggel a kávémat, dohányoztam, és hosszasan néztem a cigis dobozt, és ugye vannak ilyen képek, ilyen elriasztó képek, de ez most még a jobbik eset kép, de van ennél csúnyábbak is. És azon gondolkoztam, hogy a McDonald's-os zacskón, poharon miért nincsen egy elhízott gyerek, miért nincsen az alkoholon egy frontális baleset, hogy ne így áll, vagy a családon beli erőszak, hogy az alkohol mire képes, hogy teszi tönkre, nem csak önmagát az, aki fogyasztja, hanem a családot is, akkor ugye a kozmetikus eszközökön, termékeken miért nincsen olyan állat, amiből készül, ahol rajta fejlesztették ki. Mutatok pár képet, nézzétek meg! Ez csak egy pár kép, amit így hirtelen összeszedtem, és mielőtt azt mondanád, hogy a McDonald's nem okoz függőséget, még a dohányzást igen, nem igaz, a McDonald's igenis függőséget okoz. Ha csak Amerikában nézem, ugye amerikai nők, a háziasszonyok szeretik a nagy konyhát, de a legtöbbje nem is főz benne, gyors étterembe hozza haza, a gyereke elhízott, pont ettől hízik el, a rengeteg olyan gyors kajától, amit oda visznek, haza visznek, akkor mondjuk az alkohol is, mennyire már, tudjuk is jól, hogy igenis az, ahogy a dohányzás is. Akkor még ne is beszéljünk, hogy mit családokat tesz tönkre, rengeteg olyan dolog történik ezekkel, akik most bemutattam, mert a kozmetika, ugye most már azért igyekeznek a kozmetika is nem az állatokon fejleszteni a krémet, vagy tesztelni, de azért még van, innen-onnan még azért akad. Hogy valahogy ezeken is fel kéne tüntetni, vagy akár egy energiaitalon ne így áll, mert a szív, ne vidd túlzásba, mert a szívednek nem jó, cukor van benne, ugye. Azért ezeken mind ilyenen kéne lenni, mert oké, hogy elriasztod ezzel, de úgyis megveszik. Ráadásul én meg azt is gondolom, hogy ugye a kanabisz, a fű, ugye nem lehet fogyasztani hivatalosan, és mégis ezt megfogyasztjuk. És a dohányzás sokkal károsabb. Sokkal-sokkal károsabb. Szóval én értetlenül ugye állok, és ezen gondolkoztam egyik reggel, hogy mi lenne, hogy mondjuk, ha egyszer belefutnánk egy ilyenbe, hogy a McDonald's-on egy elhízott gyerek van. Vagy az alkoholon, ott van a hogy mit okol, egy baleset, ne így áll. Egy ilyenre fel lehetne tüntetni, hogy vigyázzál, ne fogyasztásokkal, stb. Nem. Hogy felmerül bennem a kérdés, hogy ezeket miért nem tüntetik fel? Miért nem? Miközben azért az alkohol is nem csak az, hogy balesetet okoz, ugye, hanem az is egészen rá tud menni az egész életed, ha függő vagy, alkoholista vagy, a családod, mert tökre rengeteg pénzt elvisz, azon belül akkor rosszabbik esetben családi perfajok is szoktak lenni. Én tudom, mert én is ebben emelkedtem, és az alkohol az nagyon-nagyon rossz tud lenni. De a McKin is ugye, hogy az energiátalon feltüntetni, ne fogyasztásokat, mert a szívednek nem jó. Én nekem szoktam gondolkozni, nem tudom, hogy egyetértesz-e velem, hogy ilyen elriasztót igenis lenne. És tényleg a McDonald's-nak függőség, ugyanúgy, mert amilyen fűszerrel csinálják, ahogy csinálják, ez a... Ugye Amerikában megfigyeled, mondjuk szoktál nézni a Spectrumon valamilyen dokumentum, vagy a házalakításnál is vannak ezek a sorozatok, és a házi asszony azt mondja, hogy nagy konyha legyen. De ugye képzeld el, hogy nagyon-nagyon kevés háziasszony főz Amerikába, mert mindenhol gyors éttermet fogyasztanak. Munka után beáll a drive-ba, megrendeli, hazavisz egy kölykének, gyerekének, megeszi, és ezt nyomatják folyamatosan. És rajta van ez a dohányzás, meg rajta van egy ilyen elriasztókép. Mennyire lenne már jó, hogy egy ilyen McDonald's-os zacskón is látnád, hogy oké, fogyasztasz, de mértéke fogyasztál, mert ez lehet belőled. Ilyen elhízhatsz, cukorbeteggé válhatsz ugye az elhízástól, stb. Egy kitérő, de akár egy politikusra is rá lehetne te akasztani egy-két dolgot, ugye? Ami visszariasztod, de ebbe már nem menjünk bele. Úgyhogy én is fogyasztom az energiát, a mértékkel, viszont tényleg úgy megnéznék egy ilyen zacskót, amiről fel vannak tüntetve ilyen dolgok.
kozmetikus eszközön, és oda föl lenne nyomtatva egy állatnak a képe, hogy rajta teszteltük, őt áldoztuk föl, és akkor lehet, hogy elriasztó lenne, nem? Ezeken a termékeken miért nincsen? Írd le kommentbe, hogy te mit gondolsz erről. Sziasztok!